Jó estét kívánok, kedves nézők! Szárnya le a zöld sas, ez a mai este kérdése. No és még egy, ami nem elhanyagolandó. Utoljára 3 éve fordult elő, hogy 2 magyar csapat is a második fordulóba jusson az európai kupákban. Most ez újra előfordulhat. Ráadásul elsősorban a babonások kedvéért mondom, hogy akkor az 1991-92-es idényben a Begben a Kispest Honvéd, a Kegben az FTC jutott tovább, és most a mai napon a Kispest Honvéd már tudjuk, hogy tovább jutó az UEFA kupában. Tehát a Ferencvároson múlik, hogy újra megismétlődjön ez a 3 évvel ezelőtti esemény, hogy 2 magyar csapat is a második fordulóban legyen. Mint tudjuk, vagyis hát önök is bizonyára tudják, a CSKA Moszkva, az orosz csapat 2-1-re nyerte az első mérkőzést Moszkvában. Tehát elvileg elég lenne egy 1-0 a Ferencvárosnak, tehát majd meglátjuk. Íme a vendégek összeállítása. Az első mérkőzéshez képest 2 eltérés van. Antonovics és Tatarcsuk helyén Szinyov, illetve Minyko került a kezdőcsapatba. Egyébként még érdekesség a vendégeknél, hogy el sem hozták Tatarcsukot, illetve Szergejevet, aki a győztes gólt rúgta Moszkvában. Tehát ők nem lesznek is, és Antonovics is csak csere, mint már említettem, kimaradt a csapatból. Íme a Ferencváros, ahol 3 eltérés az előző mérkőzéshez képest. Albert, C. és Keller nem játszik. Telek, Rutka és Nagy Zsolt a kezdő csapatban. Szinyov. Bistrov indít. Brosin. Még meg lehet. Bravo. Telek. Ezért kár volt, de még mennyire? Radimov? Úristen, mekkora gólt rúgott. Vladislav Radimov. Telek a kép előterében. Gyönyörűen mentette, mégis utána elpasszolta. Radimov pedig egy óriási gólt rúg. Lipcsei Péter, 27. perc, ott van Hrutka is, ő is jó lövő. Lipcsei, nagyot védett Novoszadov. Azon sem lepődhetett volna meg, ha kizavarja a bíró. Támad a Ferencváros. Csak egy gól kéne. Megint Lipcsei és Hrutka van ott. Lipcseinek már volt egy jó próbálkozása. Lipcsei! Ez is jó volt. Megint egy lehetőség talán. Lipcsei. Beljebb. Lipcsei, megpattan, gól! Gól, gól, gól! 1-1! 36. perc. Egyenlít a Ferencváros. Lipcsei Péter, aki az elején egy nagy helyzetet kihagyott. Igaz, hogy megpattan, de ne vegyük el tőle a gólt. 1-1. Simon. Telek. Simon. Neagoye! Gól! Kérem szépen! 2-1. Úgy látszik, nem voltam telhetetlen. Még a szünet előtt vezetés szerez a Ferencváros. Eugen Neagoye, a román fiú, és Simon, gyönyörű indítás. Elrúgja Novoszadov mellett, és itt már semmi nem segít a CSKA Moszkván. 2-1, ugyanaz az eredmény, mint az első meccsen. A Ferencváros behozta hátrányát.
Szűcs végezhet el szabad rugást. Nagy Zsolt. És lefújja. Nem lehet ezért megrólni, hiszen így is 47 percig vezette az első félidőt. Radimov góljával még a CSKA vezetett, aztán jött Lipcsei és Neagoje. 2-1, tehát a hátrány ledolgozva. A második félidőben még egy gól kell, és a Ferencváros továbbjutó lehet. Kedves nézőink, a második félidőben gól nem esett. Ezért ezt most nem mutatjuk meg önöknek. Viszont a hosszabbítás annál eseménydúsabb. Krisztiánzen csúsztat. Lipcsei. Jó csavarás! A második ferencvárosi kapufa. Nagy Zsolt már egyszer eltalálta a lécet, és ez is súrolta. De még van másfél perc. Talán még egy utolsó nagy roham. Telek. A közönség fantasztikus. Szekeres. Simon. Telek. Misztes. Szekeres rosszul találja el. A 121. perc. Ziller kezében most már csak az, hogy mikor fújja le. Most. Összes Egor. Bent van. A csapatkapitány. Berúgja. Biztes. Gól. 2-1. Busmanov. 2-2. Ő is belövi. 3-2. Hihetetlen fügykoncert. Balogh hozzáért. Telek Manci. Hú, honnan fut neki? Hol? 4-3. Szergej Mamcsúr. Ugyanoda rúgta, ahová Telek. Az ő feladata, hogy berúgja, utána izgulhatunk, hogy az oroszok kihagyják-e, de ennek be kéne mennie. Bent van! 5-4. Berúgja. Hűha. Zavacki. Gól! Hozzáért a kapus, de bent van. Brosin. 6-5-nél. 6-6. Rutka. Gól! És a hármas számú Kolotovkin. Benne van az üllői útiak bizadalma. Óriási mérkőzés, ez már biztos. Teljesen függetlenül attól, hogy ki jut tovább. Kolotovkin. Balogh megkövülten áll a kapuban. Fölé! Kérem szépen! 4-6-tal a 11-esek után egy óriási találkozón tovább jutó a Ferencváros. Havasi Mihály kéri a szurkolókat, hogy ne jöjjenek be, de hát meg lehet-e állni egy ilyen meccs után? Kolotovkin fölé rúgja, és ezzel tovább jutó a Ferencváros. Minden dicséretet megérdemelnek a zöld-fehérek, hiszen óriási elánnal játszottak, végig támadták a mérkőzést, és 0-1-ről, amikor mindenki arról beszélt, hogy csak ne kapjanak gólt, de amikor gólt kaptak, utána fordítani tudtak, és a 11-es párbaj minden idegölő pillanatát bírták, olyan fiatal játékosok is, mint Misztes vagy Zavacki, Namer, meg Hrutka, meg a többiek, óriási siker. És azzal kezdtem, hogy 3 éve nem fordult elő, most újra itt van, ami a 91-92-es